Jó napot, jó estét, azt szerint, hogy mikor néznek bennünket. Már megint lesz egy karácsony előtti kulturális termék megjelenítés, mert Pogácsa Zoltánt a nagy sikerre való tekintettel negyed év után megkértem, hogy jöjjön el újra, abból az alkalomból, hogy megjelent egy új könyve Válság és infláció címmel, ez itt, és azt mondanám, hogy teljesen egy lépéssel, majdnem egy lépéssel a divat előtt jelentette meg a könyvét, de közben persze már benne a divatban, nem előtte. Szóval, hogy az idők szavának engedelmeskedtél, a divatnak engedelmeskedtél, vagy annyira tudtad, hogy mi fog történni, hogy ezért így telibe írtad a korszellemet? Igazából az van, hogy van egy nagy vita közgazdászok között is, meg azért azt gondolom, hogy a szélesebb közvélemény előtt is. Egyrészt arról, hogy mitől van válság, tehát mondjuk a Covid alatt azért az elég világos volt, hogy attól van válság, igen, hogy van egy járvány, de ugye általában a 2008-as nagy válság után, most csúszunk bele a recesszióba, az mitől van, és hát ugye közben az infláció ugyanez, mitől van infláció, mi okozza, vannak különböző iskolák, van egy nagy vita arról, hogy lehet megállítani az inflációt, nyilván ez mindenkit érdekel, és ezekhez a vitákhoz akartam hozzászólni, illetve hát először is, hogy mondjam, feltérképezni a vitát, tehát hogy mik azok a különböző mondások, hogy mitől lehetséges az infláció, és akkor erre nyilván milyen válaszokat lehet adni, hogyan lehet megállítani az inflációt. Ez nem csak Magyarországon intenzív ez a vita, hanem világszerte. A szankció mint válasz benne van? A szankció pont nem, mert a szankció az komolyan vehetetlen, mint valódi ok az inflációra. Nem, inkább olyanok vannak, hogy az egyik iskola azt mondja például, hogy a jegybankok pénznyomtatása okozza, a másik iskola azt mondja, hogy ez inkább egy kínálati oldali infláció, tehát ugye az orosz invázió miatt megemelkedtek az energiaárak. Aztán ilyenek vannak, hogy ugye a csipek, tehát hogy az elektronikus csipeknek a termelése az egy cégre koncentrálódik Tajvanba, és ezért brutálisan megemelkedett az elektronikus csipek ára, vagy mondjuk a szállítmányozási árak, tehát ugye Kínában termelnek rengeteg mindent, amit fogyasztunk, négyszeresére, ötszörösére fölment a szállítmányozási ára. Tehát, hogy van egy élelmiszerárinfláció, ne feledkezzünk meg róla. Tehát a viták inkább arról szólnak, hogy ez egy keresleti oldali infláció, ami most van. A jegybank mesterségesen állította elő azáltal, hogy túlságosan sok pénzt nyomtatott. Na ez az, amiben én nem hiszek, de van egy ilyen oldal, ami ezt mondja, és elég erős, nagyon sok mindenki elhiszi ezt. Hát ezt tanultuk, bocsánat, tehát én kicsit régen tanultam közgazdaságtant, és akkor sem mélyültem nagyon el benne, de ugye nekem ezt tanították. Pontosan, és ezért is akartam egyébként ezt az elképzelést dekonstruálni, tehát valóban azt tanítják, akinek tanítanak a közgazdaságtant, annak tipikusan úgynevezett neoklasszikus főáramú közgazdaságtant tanítanak, és tanítják ott a pénzillúzió elméletét, ami azt jelenti, hogy ha én nyomtatok egy csomó pénzt, berakom a zsebedbe, te egy ideig úgy érzed, hogy nagyon gazdag vagy, mert rengeteg pénz vagy a zsebedbe, de elmész ezzel a kávézóban tulajdonképpen felvered a kávénak az árát, és igazából csak illúzió, hogy sok pénzed van, mert ugyan tagad a zsebed, de ha a kávé ára is nagyon felmegy, akkor valójában nem tudsz több kávét fogyasztani, csak több pénzed van. Ezt tanítják az iskolába. Na de ebben van egy alapfeltételezés, és az az alapfeltételezés, hogy a kávézóban nem tudnak neked több kávét eladni. Most én nem tudom, hogy ki milyen kávézóba jár, de ahova én járok kávézóba, ott nem szoktak licitálni. Tehát az nem úgy megy, hogy itt egy cappuccino, ki az, aki 500-ért viszi, ki az, aki 600-ért, ki az, aki 700-ért, hanem az van, hogyha több kereslet van, akkor több kávét adnak el. Ugyanazon az áron eladnak több kávét, mert hogy tudnak többet termelni. És igazából azt mutatom be ebben a könyvben, hogy a legtöbb gazdasági szektor az úgy működik, kapitalizmus általában úgy működik, aki neki azt gondolja, hogy a kapitalizmusban nem tud alkalmazkodni a kibocsátás, tehát az, hogy mennyit termelünk meg, ha az nem tud alkalmazkodni, az nem hisz a kapitalizmusban igazából, mert tipikusan a kapitalista cég az, ha nagyobb a kereslet, többet ad el. Válság azért van, mert nincs elég kereslet, tehát tipikusan attól van válság, hogy nincs elég kereslet, hogyha én több pénzt nyomtatok, adok neked több pénzt, akkor több kávét fognak eladni. Nem az lesz, hogy ugyanazt a kávét. Na most persze vannak néha szűk keresztmetszetek. Ez az.
Például a Covid ugye ismert módon szétrombolta az a beszállítói láncokat, meg az ellátási láncokat, ott van. De az egy gazdaság szerkezeti probléma, tehát az nem az okozza, hogy túl sok pénzt nyomtattunk, ez nem egy monetáris pénzügyi kérdés, ez egy gazdaság szerkezeti kérdés, és azzal kell valamit kezdenünk, az igazi válasz az az lenne, kezdjünk valamit azzal, hogy a beszállítói láncokat szervezzük újra, vagy gondoljuk újra azt, hogy tényleg normális dolog ez, hogy a világ összes csípjét a Távol-Keleten gyártják. Tehát ugye tényleg a teljes világgazdaságnak is, hogy manapság már mindenhez kell csíp, tehát nem csak a mobilunkban van csíp, hanem a mosógépünkben is van csíp. Ez tényleg normális dolog, hogy Tajvanról, meg Samsungtól, Koreából szerezzük be a magas minőségű csipeket a teljes világgazdaság. Nem lehet, hogy esetleg Európában is kéne csipeket gyártani. Netán esetleg Magyarországon is. Lehetne egyébként? Abszolút. Mert ugye amikor azt mondom, hogy Tajvanon gyártják az összes magas minőségű csippet, akkor azt nem mondom, pedig igaz, hogy azokat a gépeket, amelyekkel a tajvaniak gyártják a magas minőségű csippeket, azokat Hollandiában tervezik, és egy német cég állítja elő. És ezeknek a cégeknek az egyetlen vevője a tajvani TSMC, aki gyártja ezeket a magas minőségű csipeket. Akkor mi szól amellett, hogy csak két helyen gyártsák az olcsó munkaerőt? 95%-át a TSMC gyártja Tajvanon, 5%-át gyártja csak a Samsung, és ennek a két cégnek, amit említettem, ennek gyakorlatilag egyetlen egy vevője van a tajvani TSMC. Miért nem gyártunk mi csipeket? Egyébként fölébredt az Európai Bizottság is, tehát most már konkrétan átment a parlamenten egy úgynevezett chip törvény, ami arról szól, hogy legyen Európában chipgyártás, mert hát ez egy biztonsági kérdés most már, hogyha mondjuk Kína ugyanúgy elfoglalja Tajvant, hogy Oroszország ugye megpróbálta elfoglalni Ukrajnát, akkor gyakorlatilag leáll a világgazdaság, mert nem tudunk venni magas minőségű csipeket. Tehát az amerikaiak is ezen dolgoznak, hogy náluk is legyen chipgyártás, meg az európaiak is, mert valahogy ez így elment, és ez csak egy példa, mert rengeteg másik iparágat is vehetünk. Jó, mehetünk tovább, csak egy pillanatra azért állítalak meg, mert szeretném tudni, hogy van-e arra bármilyen magyarázat, hogy ez miért alakult így. Tehát, hogy olyan bávatag jó hiszeműséggel, vagy olyan magabiztosan a 21. század kényelmében napozgatva töltötték az időt az országok, hogy nem feltételeztek olyan helyzetet, amikor nem lesz elég, hogy két helyen gyártják a világban a csippet? Az történt, hogy ilyen döbbenetesen gyorsan változik a technológia. Tehát még 2000 környékén körülbelül 20 ilyen high-end top chipgyártó volt, ez 2010-re leszűkül 16-ra, utána 5-re, utána 3-ra, és most már csak egyetlen egy tudja ezt az úgynevezett, most mondok egy ilyen technikai kifejezést, ultra Ibolya litográfiának hívják azt, amikor olyan csipeket gyártanak, ami egyetlen egy vörös vérsejtnél vékonyabb maga a szilikon, amire rányomják ezt a dolgot. Tehát egyszerűen az történt, hogy amikor arról beszélünk, hogy Magyarország például elmarad, mert nálunk alacsony hozzáadott érték van, és mondjuk a fejlett országok magasabb hozzáadott értéken vannak, ez a magas hozzáadott érték, ez olyan brutálisan és gyorsan nő, hogy Magyarország lemaradása egyre nagyobb és nagyobb, mert hogy azok a csúcsgyártók, azok gyakorlatilag már olyan messze vannak, hogy lehagyják a saját versenytársaikat. Ez tudás kérdése, vagy pedig alapanyag kérdés? Ez tudás kérdése. Ugye Tajvanon tervek vannak arra, hogyha mondjuk Kína elfoglalná Tajvant, akkor az első dolog, amit csinálnak, hogy kimenekítik azokat a mérnököket, akik ezt tudják csinálni, ez abszolút humántőke kérdése. Evakuációs program? Kínaiak nem tudnak vele semmit csinálni, mert ugye nem kapják meg azokat a gépeket, amiről beszéltem a hollandoktól, meg a németektől, a mérnökök ki vannak menekítve, és a kínaiak nem fogják tudni használni ezeket a gépeket. Nem lehet csak ugye elfoglalni a TSMC-t, és ez mutatja, hogy valójában a mai világgazdaság az arról szól, hogy a humántőke, a tudás hol van, ez amit nem értünk Magyarországon. De mindez csak egy példa, tehát egyetlen egy iparág, ahol szűk keresztmetszetek vannak, és lemaradásban van még Európa is, de hogy ugyanez van mondjuk energiapolitika. Tehát hogyha mondjuk az lenne a valódi válasza Európának, hogy oké, fölmegy az energiaára, ez inflációt okoz, akkor Európa nem azt csinálja, hogy az orosz gázról átállunk az amerikai palagázra, vagy a katari gázra, hanem azt mondja, hogy dekarbonizáció. Tehát akkor nagyon brutálisan gyorsan átállunk egy posztszén korszakra, ahol mondjuk épületszigetelések, hőszivattyúk,
szolár, és Európa példát mutat a világnak, hogy nagyon radikálisan és gyorsan át tudunk állni. És ez lenne az igazi megoldás. Tehát gazdaság szerkezeti kérdések okozzák az inflációt, ehelyett mit csinálunk? Ehelyett azt csináljuk, hogy fölvisszük a kamatlábakat az egekbe. Már kijött a könyvem, amikor utána később kijött Joseph Stiglitznek, a Nobel-díjas közgazdásznak egy tanulmánya, amiben ugyanezt mondja egyébként, hogyha fölvisszük az egekbe a kamatlábat, azzal mesterségesen létrehozunk egy recessziót. Nincs szükség rá, ugye fölvisszük a kamatlábakat, hogy ezzel lenyomjuk az inflációt, ugye mi ennek a mechanizmusa. Ha magas a kamatláb, akkor kevésbé tudnak felvenni hitelt beruházásra a cégek. Magyarul egyre több ember, tehát cégek nehezebben fognak működni, emberek elvesztik az állásukat, vagy legalábbis visszafogják a béreiket. Tehát előidézünk mesterségesen egy recessziót, hogy a kínálati oldalon a szűk keresztmetszetekhez hozzáigazítsuk a keresletet. Ez egy mesterséges recesszió, de erre nincsen szükség, mert ha azt csinálnánk, hogy szépen megoldanánk a kínálati oldali problémákat, akkor mondjuk egy példát, mondjuk, amit az előbb mondtam, dekarbonizáció. Tehát rengeteg embernek munkát adna mondjuk Magyarországon is, hogyha végig szigetelnénk az épületeket. Csak annyit szeretnénk mondani, hogy a napkollektoroknak a hirtelen divatja és az arra adott kedvezmény az úgy tűnt, hogy például egy abszolút eredményes lépés igen lenne, majd utána 5 perccel az ilyen mindent elsöprő érdeklődés megszületése után a kormány közölt, hogy de nem lehet visszacsatornázni a fölösleget majd. Majd aztán azt mondták, hogy mégis egy kicsit lehet, egy kicsit nem lehet. Tehát, hogy nem segíti az állam a magatartását annak, aki megpróbálja ezt a egyébként valószínűleg a környezet szempontjából elhanyagolhatatlan megoldást, hanem elbizonytalanítja. Abszolút, ez van Magyarországon, tehát például a szélturbináknak a telepítése az le van jogilag korlátozva Magyarországon. Hát azt mondják a zöldek, hogy azért, mert ugye a kormány az nukleárisban képzeli el a zöld átállást, tehát ugye nálunk Paks 2-ről, meg most már Paks 3-ról beszélnek, és hogyha mesterségesen megdrágítjuk a fenntartható energiaforrásoknak az árát, akkor be lehet mutatni, hogy a paksi áram versenyképes lesz. Ugye nem lesz versenyképes, mert hogyha most felépítjük Paksot, akkor ugye 10 év múlva kezd el működni, az 30 évig legalább még működik, és az biztos, hogy ez alatt az idő alatt a világpiacon lesz olcsóbb fenntartható áram. Tehát azt nehéz lesz megindokolni, hogy mi miért veszünk drágább paksi áramot, amikor olcsóbb fenntartható áram lesz. Tehát már most azt kéne csinálni, iszonyatosan rossz a magyar épületállománynak a szigeteltsége, akár privát, akár ipari, akár közületi. Hőszivattyúkban nagyon nagy potenciál lenne Magyarországon, tehát ezt a típusú zöld átmenetet, szélturbinák és a többi, kellene az államnak megtámogatnia, biztos, hogy nem lenne recesszió Magyarországon, föl tudnánk rengeteg embernek, pont azoknak, akiknek közmunkát adunk, ki tudja, mit csinálnak, tudnánk adni munkát például épületszigetelésekben, ezt a magánszektor csinálná, tehát nem kommunizmust árulok itt, hanem a magánszektor ezt bőségesen tudná csinálni, és semmi szükség nem lenne recesszióra, és közben hasznos dolgot csinálnánk, és ez megtérülne és fenntarthatóvá tenni a gazdaságot. És nem kellene a kamatlábat növelni. És nem kellene a kamatlábat növelni, pontosan. És ez nem csak Magyarországon van így, hanem mindenhol így van. Amúgy meg a kamatláb növelésének nincs is nagyon hatása, tehát mondjuk a magyar esetben ugye a jegybank azt mondta, emlékszünk rá, hogy addig növeljük a kamatlábat, ameddig az inflációt és az euróforint gyengülését meg nem tudjuk fordítani. Növelték, egyre radikálisabban, egyre gyorsabban, egyre nagyobb ütemben, és egy ideig mondjuk 3-4 nap alatt tűnt el a hatása, aztán az utolsó lépéseknél már napon belül eltűnt az euróforint árfolyamra a hatása, folyamatosan tovább gyengült a kamatemelések ellenére. Az inflációra semmi hatással nem tudtak lenni, ugye akkor Matolcsi azt mondja, hogy vége a kamatemelési ciklusnak. Ugye miért mond ilyet? Egyrészt azért mond ilyet, mert az ő teljes reputációja arra épült, hogy ő levitte már egyszer a kamatokat, tehát neki személyesen nyilván fáj, hogy megint meg kell emelni, de hát ugye abban is igaza van, hogy a másik oldalon, a hitelezési oldalon, meg ugye ez megdrágítja a cégeknek a hitelezést. Sokkal nehezebb ma hitelhez jutni. És aztán ugye mit csináltak? Azt mondták, hogy megállítjuk a kamatemelési ciklust, majd még emeltek rajta egyet, és ma 18% a kamat Magyarországon de facto, ami hát nyilvánvalóan fenntarthatatlan.
erősödött a forint? Nem erősödött. Azzal együtt is csak tartani tudta az euró. Igen, azért elég egyenletesen van már napok óta. De mitől? Attól, hogy közben lejött a gázár. Tehát ugye az egészet Magyarországon a gázárának a drágassága hajtja. Tehát Magyarországnak az az alap problémája, hogy irtózatosan kitett energetikailag. Tehát megint csak egy gazdaság szerkezeti probléma van. A jegybank csak fut az események után, és azzal együtt, hogy mondjuk 350 környékéről lejött 100-ra a gázár, ami egy nagyon radikális csökkenés, és fölvitték közben az egekbe a kamatszintet, ezzel nagyjából ezt a 410 körüli szintet tudja tartani a forint. De hát itt egy 18%-os kamatnál neki erősödnie kellett volna vissza 380-ig. És ezt nem tette, ez mutatja, hogy igazából hatékonytalan monetáris szempontból a kamatok emelése, közben meg mesterségesen előállítunk egy recessziót, és ugyanezt történik egyébként az amerikai gazdaságban. Akkor itt most egy kis szünetet tartunk, ami abból áll, hogy nem akartam nagyon napi aktualitást ennek a beszélgetésnek, mert a válság és infláció elég alapot ad arra, hogy ne kelljen szóba hoznom semmit, ami napi politikával összefügg, de nem tehetem meg, hogy ne hozzam szóba azt, hogy Matolcsy György milyen alaposan neki ment a kormány gazdaság politikájának, melynek azért az alakításában neki is volt, legalábbis az elején volt szerepe, még jogilag is volt szerepe, addig, ameddig miniszter volt, és aztán jegybank elnökként, ugye most értelmezhetetlen, hogy az ő koncepciójával szemben mégiscsak kénytelen volt emelni a kamatokat, vagy mégiscsak megtörtént a kamatemelés, de hát az nélküle nem lehetett volna létrehozni. Minden esetre például ő azt mondta, hogy már 2010-ben is a fenntartható energetikai lépéseket szorgalmazta, én erre nem emlékszem, de ezt nyilván a kormányüléseken tette, hogy ami most van, az egy nonsens, hogy a növekedésnek búcsút lehet mondani, tehát hogy egy pár olyan dologban vont a felelősségre kvázi a kormányt, amelynek hát egyrészt részese volt, másrészt pedig, hogy elég érthetetlen az ő kirohanása. És hogyha most a bulvár elemeket leépítjük erről, hogy mennyiben van rossz viszonyban a jelenlegi gazdasági miniszterrel, mert kétségkívül személyes szála is lehet ennek, mondom én ezt kívülállóként, továbbá még volt valamilyen ilyen ja igen, még azt is mondták, hogy szerette volna, hogyha megváltoztatják a jegybanktörvényt, hogy ő élethosszíglani jegybankelnök lehessen. Ezeket, ha lehántjuk róla, abból, amit mondott, milyen következtetést vonhatunk le? Én szerintem nem távolodunk el nagyon a könyvnek a témájától, nem, egyébként, nagyon, mert ezek tényleg, hogyha leszedjük róla ezeket a személyes elemeket, akkor azért itt van egy gazdaságfilozófiai különbség Matolcsy és Orbán között. Mert ugye a jelenlegi kormány, tehát amit kritizál a Matolcsy, az valójában az a típusú gazdaságpolitika, amit hát ugye ki csinált eddig a kormányon belül gazdaságpolitikát, amíg Nagy Márton meg nem érkezett, tulajdonképpen Orbán Viktor. Tehát Varga Mihály, ő egy ilyen derék őre a költségvetésnek, de ő nem csinál gazdaságfilozófiát. Ugye a gazdasági miniszter meg nem volt a kormányban, tehát az összes ilyen döntés, az alapvetően Orbán Viktor döntése, aki kétféleképpen reagál mindenfajta gazdaságpolitikai kihívásra, adócsökkent és centralizál. Adócsökkent, centralizál. Ez a két dolog jut eszébe mindenről, ami gazdaságfilozófia. Azért Matolcsynak nem teljesen, tehát hogy látni kell, hogy a Fideszen belül nagyon kevés autonóman gondolkodó ember van, de Matolcsy ilyen. Matolcsy sokkal inkább egy ilyen távol-keleti fejlesztő államot szerető, tehát ugye az ő nevéről nekem például a Széchenyi terv jut eszembe. Teleírta a magyar sajtót Koreával, Szingapúrral, távol-keleti modellel, tehát ő sokkal kevésbé egy monetáris politikus, tehát valószínűleg nem érzi annyira jól magát a jegybank élén, mint amennyire jól érezte magát gazdasági miniszternek, és szerintem az is benne van, hogy egyébként szívesen lenne megint gazdasági miniszter, mert őt sokkal jobban az érdekli, hogy KKV-k támogatása, egy expanzív, fejlesztő állami modell, míg mondjuk ugye Nagy Márton, amikor megérkezik ebbe a képletbe, hát őt leginkább az ársapkákról ismerjük, tehát ő neki meg ugye az a reakciója mindenre, hogy oké, sapkát raktunk, akkor máshol jelentkezett a probléma, itt is rakunk egy sapkát.
akkor megint föltör valahol, tehát ugye tudatosan el is mondta, hogy semmi baj, annyi sapkát rakunk rá, ameddig telerakott a ilyen sapkákkal a magyar gazdaság. Hát melyik közül a legjelentősebb sapkát kénytelenek voltak pár és több ilyen sapkát, lekapni. Mert ugye tulajdonképpen a rezsicsökkentés is egy ilyen sapka leemelés, ugye akkor a benzinársapka is, és de ezeket közben ne felejtsük el, ott vannak az élelmiszerársapkák. Most éppen cukrot nem lehet kapni napjainkban. Élelmiszerársapkák, és ott vannak például ugye a kamat stoppok, meg ott vannak a hitelmoratóriumok. Tehát tulajdonképpen az van, hogy a kormányzat ilyen voluntarista módon mindenhova beavatkozik, ahol egy kis bajt lát, és ez már igazából Nagy Márton filozófiája. Tehát itt tulajdonképpen Matolcsi, Nagy Márton és Orbán Viktor gazdaság filozófiai elképzelései ütköznek. Tehát valóban van egy vita, úgy működünk, mint egy rendes ország, hogy van a kormányzati szereplők között egy gazdaság. És hogy jövünk ki jól ezekből az ütközésekből? Kinek van igaza, azt is kérdezhetném, de engem éppen az érdekel, hogy tudok-e tankolni, meg tudom-e venni a cukrot, alacsonyan marad-e az a csirkemell, amit én szoktam használni, a nálam rosszabb helyzetben lévőknek a csirkefarhát nem mindegy. Tehát, hogy ezek érdeklik az átlagjárókkal. Ha közül a három szereplő közül kell választani, akkor azt gondolom, hogy leginkább Matolcsinak van igaza, és annak a jegybanknak, aki egyébként már hosszú-hosszú idők óta újabb és újabb elemzésekben részletes anyagokban kritizálja. Egyrészt az, hogy vasbetonba öntjük a pénzt, ahelyett, hogy humántőkébe öntjük, tehát ez is egy nagyon fontos mondásuk, hogy ne építsünk már több vasbetont, EU-s pénzekből se, meg magyarból se, hanem humántőkébe fejlesszük, a tanároknak adjunk végre bért, kutatásfejlesztés, magas hozzáadott érték, meg hát ugye azt is mondják, hogy azért bizonyos területeken kéne hagyni érvényesülni a piaci ára. Tehát például ilyen az energia, ahol az nem normális dolog, hogy ugye mondjuk rárakunk egy ársapkát a benzinre, és miközben egész Európában legalábbis stagnál, vagy néha csökken az energiafogyasztás, Magyarországon például ez alatt az idő alatt nőtt a benzinfogyasztás. Tehát ugye egy energiaválság idején, egy klímaválság idején a magyarok több benzint fogyasztottak, mint valaha, az olyan döbbenetes tény, hogy azt gondolom, hogy itt teljesen jogos a kritikája Matolcsinak, hogy ennek a benzinársapkának nagyon rossz hatása volt a magyar gazdaságon. Jó, egy pillanatra összekapcsolnám még, amit az imént abba hagytál, illetve nyilván te azt gondolod, hogy ezt kitárgyaltuk, de engem az érdekel, hogy döntéskérdése mindössze, hogyha csipet Európában akarunk gyártani, azokat a tudásokat megvásárolni, vagy idehelyeztetni összeszerelő üzem helyett Magyarországra. Ez elméletileg lehetséges volna, ezek döntési, vagy szükség van lítiumra, vagy nem tudom micsodára, valami cuccra még ahhoz, aminek a hozzáférése korlátozott, és amiért nem Magyarországon és nem Európában volt eddig a gyártása csippeknek. A könyvben idézem John Maynard Keynes-t, a híres brit közgazdást, aki egyszer mondott egy olyat, hogy amit meg tudunk csinálni, azt meg is tudjuk finanszírozni. Tehát arról szól a dolog, hogy ha képes egy gazdaság valamit előállítani, megtermelni, szolgáltatni, akkor a finanszírozása sosem szűk keresztmetszet valójában. Miért? Mert ugye a jegybank saját valutájában képes bármikor finanszírozni. Tehát Magyarország forintban nem tud csődbe menni, a magyar jegybank bármikor képes a kormányzat kiadásait megfinanszírozni kamatmentesen, hiszen előállítja a forintot, és nem lesz belőle infláció, mert ahogy az előbb megbeszéltük, hogyha a kibocsátás nőni tud, tehát ha meg tudjuk termelni, akkor hiába van több pénz, akkor lenne infláció, gyorsabban nőne a pénzmennyiség, mint a kibocsátás. De ha meg tudjuk termelni, akkor meg is tudjuk finanszírozni, mondja a Keynes. Tehát az első fontos dolog, hogy nem a pénzmennyiség a szűk keresztmetszet. A szűk keresztmetszet az a tudás. Tehát az, hogy képes-e a magyar társadalom. Most az előbb mondtam egy dekarbonizációt, azt most is meg tudjuk csinálni. Tehát azt mondjuk épületeket szigeteljünk. Az nem kell különösebb. Agyi hozzáadott érték. Azt ma már a magyar cégek simán meg tudják csinálni, hogy épületeket szigetelnek. Na most az, hogy magas minőségű csipet tudunk csinálni, vagy nem, az persze egy irtózatosan magas tudás, tehát még ugye a Kínai Népköztársaság sem tudja, sőt... Jó, de nem tízezreket kell erre... De vannak nem olyan magas minőségű csipek, tehát én ez a 3 nanométeres csip, amiről beszélek, de mondjuk 15 nanométeres csipet már a Kínai Népköztársaság is tud csinálni, és egyébként Magyarország is simán tudna ilyet előállítani, tehát a jelenleginél sokkal magasabbat tudnánk már ma csinálni azzal a humántőkével, de hát ugye fejleszteni kéne a humántőkét, tehát ezért
ezért írtózatosan fontos, hogy a tanároknak legyen rendes bére, hogy fektessünk a kutatásfejlesztésbe, az egyetemekbe, a kutatóhálózatba, de őszintén szólva az óvodától kezdve az oktatási rendszerbe, minél több ember, minél nagyobb tudással, minél magasabb hozzáadott értékű gazdaságot csináljon. És akkor igazad van, még egy dolog bejön, tehát hogyha teszem azt valamilyen csoda folytán a magyar kormányzat évtizedek óta csinálta volna a humántőke fejlesztést, akkor még egy dolog van természetesen, és ez az ilyen ritka földfémek kérdése, meg a nyersanyagok kérdése. Itt majd a következő könyvemben fogok erről. A következő könyvem az a fenntartható gazdaságról fog szólni. És igen, tehát hogy ezt nem lehet végtelenségig növelni, tehát hogy a gazdasági növekedés annak előbb-utóbb le kell állnia, mert nincs annyi ritka fémföld, nincs annyi semmi. Tehát hogyha ha nő a gazdaság, akkor az egyre több anyagfelhasználás. Csak egyetlen egy adatot hagyd dobjak be ezen a ponton, hogyha csak 3%-kal nőne az a világgazdaság, amiről már ma tudjuk, hogy fenntarthatatlan, tehát ugye a Párizsi Klímaegyezményben megegyeztek a világ országai, hogy ezt az üvegházhatás kibocsátást nem tudjuk tovább csinálni, hanem csökkennie kéne. Ha innentől az évszázad végéig csak 3%-kal nőne a gazdaság, akkor 11-szeresére nőne a világgazdaság. Kamatos kamat számítás 11-szeresére nőne, csak egy 3%-os éves növekedése, ami nem túl alacsony, nem túl magas, ez egy olyan elvárt szín. Most azt senki nem gondolhatja, hogy a mi gyerekeink, unokáink életében 11-szeresére nőhet az a világgazdaság, amelyik már most is túl nagy. Magyarul a következő dolog, ami mellett érvelni fogok a következő könyvben, hogy le kell állni a gazdasági növekedésnek. Tehát azt a... Ezt Magyarország tudja hozni. Az a baj, most hogy... másfél százalékot az a baj, hogy nem. Az a baj, hogy nem. Tehát, hogy az Orbán kormányzat második pillére, ugye az első pillére az Gyurcsány Ferenc, de a második pillére az Orbán kormányzatnak az, hogy jelentős gazdasági növekedés produkált. Tehát Magyarországon a Covid előtt komoly gazdasági növekedés volt, és komolyan nőttek a reálbérek is, tehát évről évre 7-8 százalékos reálbérek. Én csak a mostani helyzetről beszélek, most másfél százalékra. Most igen, de például az év elején meg simán nőtt, az első két negyed évben meg simán nőtt 5-6-7 százalékkal a magyar gazdaság. Ugye ebben az a dráma, hogy Magyarországon ezt be se lehet dobni. Tehát azzal, hogy én azt fogom mondani, hogy nem szabad nőni a gazdaságnak, ennek rettentő népszerűtlen leszek, mert mindenki rögtön azt fogja kérdezni, hogy de hát akkor nekem mitől lesz jobb az életem, meg a szegényekkel mi lesz? Itt nem akar senki 4 napos munkahetet, meg se alapjövedelmet adni, se, hogy elvéletileg azt adnának. Azt egyébként akarnak, tehát 80% akar alapjövedelmet adni magának, tehát csak ne a cigányoknak. Hát egyébként adjunk, 4 napot dolgozni is szeretnének. Abszolút, persze. Persze, nem, radikálisan át kell alakítani a gazdaságot, tehát amikor fölveted a ritka földfémek, akkor igen, ha elkezdjük végig gondolni, akkor végig kell azt gondolni, hogy egy stacionár gazdaságra kéne beállni, ami már bizony nem növekedik, ez komoly újraelosztási kérdéseket vet fel. És akkor itt megint jön a központosítási szerep, mármint az állam központosításának a szerepe, ami nem áll távol a jelenlegi vezetéstől. Igen, csak azzal, hogy ezt voluntarista módon csinálják, tehát nekem az az óriási problémám azzal, amit a jelenlegi kormányzat csinál, hogy ez nem egy átgondolt politika, tehát az államot... Tehát szerintem a 20. században két dolgot tanultunk meg. Az egyik az, hogy piac nélkül nem megy, tehát a szovjet rendszerben bizonyította, hogy csak tervel piac nélkül nem megy, de azt is megtanultuk, hogy csak piaccal sem megy. Tehát az összes felzárkózás, gondolj a távol-keleti modellre, manapság Kínára, de előtte Tajvan, Szingapur. Kicsiket centralizált diktatúrában van. Mi abszolút az államot használták, de hát a skandináv modell is az államot használja, és minden felzárkózás. Izraelnek is egyébként a korai korszaka az teljesen egy államcentrikus modell volt, ez nem egy piaci modell volt. Az összes jelentős felzárkózás az valahol használja a kettőnek egy egyensúlya, a piacnak és a tervezésnek. Igen. Mondjuk az Egyesült Államokra ez mennyiben példa? Egyensúlya. Arra is egyébként, tehát ugye a nagy viták az Egyesült Államok felzárkózása a 19. században, az ugye Hamiltonnak az esete, és Hamilton az kifejezetten az államot használta, kifejezetten állami támogatások voltak, vámok voltak, ugye a versenyképes brit termékekkel szemben magas vámok voltak, és mondjuk a monopóliumoknak a megtörése, gondoljuk itt Brandeisra, meg a Standard Oilra, tehát akármilyen felzárkózást nézünk, az államnak volt szerepe abban,
Nekem az a bajom a mostani magyar kormányzattal, hogy ezt nem átgondoltan teszi. Tehát a Matolcsi kritikája az pontosan erre, nem egy stratégiai gondolkodás, itt nem egy hosszú távú fejlesztő állami működés történik, hanem az történik, ami van egy amerikai játék, ez a Whack-a-Mole-nak hívják, amikor így előjönnek ilyen, hogy hívják azt a kis állatot, ami a föld alatt lakik? Vakond. A vakond. Tehát ilyen vakondok jönnek, ugye ez a mól, és ilyen kis vakondok így előugranak a földből, és le kell őket csapkodni. És minél gyorsabban csapkodod le a vakondokat, annál több és gyorsabban jönnek a vakondok. Na szerintem a magyar kormány ezt csinálja. Tehát valahol baj van, oda csap. De akkor jön egy másik baj, akkor oda csap, és ez ilyen kapkodással válik. Reggel föl kell Orbán Viktor, beterjeszt valami törvényjavaslatot, és délutára estére törvény lesz belőle. Nincs hatástanulmány, nincs utólagos monitorozás, nincs benne stratégia, hanem persze közben úgy tűnik, hogy ő nagyon hatékonyan kezel problémákat, és a választói el is hiszi, hogy ő hatékonyan, hogy mondjam, a korábbi kormányzatokhoz képest ténylegesen hatékonyabban kezeli, nincs akkora szétesettség, egy centralizált, kontrollált rendszer van, csak ebben nincsen, tehát az állam működésének egy stratégiai verzióját diszkreditálja sajnos szerintem az, hogy a választók egy része úgy érzi, hogy itt egy ilyen voluntarista állami beavatkozás van, ami mindenfajta ilyen diszfunkcionális dolgokat hoz létre, például azt, hogy több benzint fogyasztanak a magyarok, mint korábban, meg közben benzin hiány is van, és ez nem tesz jót annak, hogy az államot egyébként valahogy vissza kéne hozni, csak nem így, mert ami előtte volt, ne legyenek illúzióink, tehát előtte sem az volt, hogy akkor itt a piac tökéletes működése volt. Tehát aki azt gondolja, hogy a 90-es évek Magyarországa, vagy a 2000 éves évek Magyarországa az arról szólt, hogy itt valami tökéletes működése volt a piacnak, aki mindenkinek esélyt teremtett, tehát hogy a magyarok tömegei kaptak esélyt a piactól, ezzel a narratívával nem ért egyet a magyarok 70-80%-a. Ők ezt egy káosznak élték meg, és kifejezetten szeretnék, hogy valaki vágjon már rendet. Nem szeretnének visszamenni a kommunizmusba, tehát nem arról van szó, hogy államosítsunk és tervezzünk, csak azt látják szerintem nagyon világosan, hogy a piac és az állam egyensúlya. Van, ahol az állami beavatkozása hasznos, valahol a piaci mechanizmusa hasznos, meg kell találni mind a kettőnek a szerepét. És közben egyébként az embereknek egy része, mármint az itt élő embereknek egy része, az nagyon komolyan rosszul érzi magát attól, hogy a meghatározottság az ideológia területére is kiterjed, és ő nem olvashat mindent, és nem, miközben mindent mondhat, de nem azt szerint taníthatja a gyerekét, hogy mi a meggyőződése, mert nem talál már olyan iskolát, amelyik esetleg ehhez képest oktatna. A másik részének ezzel semmi problémája nincs, az a nagyobbik rész sajnos, viszont azok meg nem szeretnek nagyon sok tehát nagyon rossz egyensúlyt az euró meg a forint között, tehát hogy azoknak igen. Inkább... És ez megint diszkreditálja az államot. Tehát, hogyha az államról az jut eszébe az embereknek, hogy, tehát, hogy mondjam, két szint van. Az egyik az, hogy az állam aktívan beavatkozik az életedbe, a másik meg, hogy az állam nem avatkozik be aktívan, csak nem igazán segít. Na most ugye a Kádár rendszer az volt, hogy az állam nem csak, hogy nem, az állam aktívan beavatkozott az életedbe. A rendszerváltás 89 az arról szólt, hogy azt élték meg az emberek, hogy végre az állam kivonult az életemből. Legalább a magánéletemben, gazdasági tevékenységemben szabad vagyok, utazhatok, azt olvasok, azt csinálok, amit akarok. De azt is megélték, hogy nem is nagyon segít. Tehát a 90-es évek, 2000-es évek az arról szólt, hogy teljesen magamra vagyok hagyatva, és ez nem tetszett nekik. Na most ehhez képest ugye visszajött az állam, ami most úgy csinál, mintha segítene. Mert hát ahhoz képest most fogadták el azt a törvényt, ami megmondja neked, hogy magadra vagy utalva, hogyha elesett vagy. Így van, ez de, pár így napos van, de közben fejlemény. Abszolút igazad van, de közben meg azt sugallja, hogy mit tudom én, ha a devizahiteled van, akkor azt átveszi tőled, ársapkákat rak a benzinre, tehát ilyen paternalista módon, ilyen nagy blokkokban segítget neked, de közben meg azt mondja, igen, hogy neked kell eltartanod az idős családtagodat és kivonul. Tehát valójában valamit sejtett, de nem ad igazán, viszont közben bejött a magánéletedbe, és akkor ugye megint nagyon sok ember ezt úgy megmondják, meg, hogy mi a családod, mit tekint az állam a te családodnak, meg hogy miből lehet tanítani a gyerekeket az iskolába, tehát megint bejött az állam abba, hogy megpróbál. Most ezzel az a baj, hogy ez megint nagyon sokak szemében egy ilyen immunreakciót vált ki, hogy
Hogy akkor takarodjon az állam. Az államot úgy, ahogy van, elutasítjuk, tehát olyan típusú emberek, mint amilyen én vagyok, aki azt mondaná, hogy használjuk az államot, de ne arra, hogy mondjuk megmondjuk, hogy mit lehet tanítani az iskolába, vagy hogy ki a család, hanem arra használjuk, hogy esélyt teremtsünk az embereknek, tehát mondjuk jó iskola rendszert, mert hogy a szegény emberek nem fogják Magyarországon. Most jöttek ki friss felmérések, 70%-ának az embereknek semmifajta megtakarítása nincsen. Tehát akkor az életben nem fogunk egy magas hozzáadott értékű tanult társadalmat létrehozni, ha azt mondjuk, hogy csak piaci mechanizmusok vannak, és akkor mindenki... Hát öngondoskodást legalábbis öngondoskodás. Nem lehet építeni. De nyugdíjrendszer se lesz, tehát nem lesz nyugdíjrendszer öngondoskodásból, mert a 70%-ának mi lesz belőle? Magánnyugdíjpénztárban 30%, meg Budapest Schoolba viszi a gyerekét az a felső 20-30%, aki ezt meg tudja oldani, de az alsó 70% nem. Most én olyan társadalmat nem tudok elképzelni, ahol az alsó 70%-nak nincs nyugdíja, nem kap rendes iskola rendszert, tehát illúzióba rángatja magát az a felső középosztály, aki tulajdonképpen Magyarországon az elit, amelyik azt gondolja, hogy majd azzal ő meg fogja finanszírozni öngondoskodásból az iskolától a nyugdíjig minden, és a 70%-kal meg majd történik valami. Tehát ugye egy teljesen új... Csak annyit szeretnék közbevetni, hogy annyira új gondolkodásmódra lenne szükség, amennyire nem született meg az elmúlt 30 évben semmilyen új gondolkodásmód, mert annyira masszívan beleevődött a pszichénkbe, a tudatunkba, hogy meg akartunk szabadulni attól a szocialista gondolkodásmódtól, hogy meghatározzák a mi létezésünket normatív módon, de közben pedig a gondoskodásnak az a része, hogy nem kell gondolkoznom a gyerekem tanítatásán, hogy a nyugdíjamon nem kell gondolkoznom, hogy az egészségügy egyformán rossz mindenkinek, mert akkor még csak olyan se volt, hogy aha, el lehetett menni megnézni, hogy ha ki tudom fizetni két havi fizetésemből a műtétemet, akkor engem megoperálnak és nem kapok kórházi fertőzést. Ez mondjuk most se nagyon operálnak, csak elvétve, zárójelbe zárva, de hogy ez benne maradt az embereknek a zsigereibe, az enyémbe is, tehát az én elvárásom az állammal kapcsolatban körülbelül az, amit megtanultam fiatalkoromban az előző társadalmi rendben, de átörökített bizonyos szintig, és most már az én gyerekem mondja azt indignálódva, hogy nem lesz neki, ő már tudja, hogy neki nem lesz nyugdíja, tehát neki valamit csinálnia kell, de azért mindenkit a gyerekem korcsoportjából is elfoglalnak a hétköznapoknak a kellemesen kiküzdött megélései. De egyébként tudod, mi nagyon érdekes? Az egészben az érdekes, hogy lesz nyugdíja. Tehát, hogy az egy illúzió, hogy nem lesz nyugdíj az embereknek Magyarországon, több szempontból is illúzió. Egyrészt ugye el van terjedve, hogy a magyar nyugdíjrendszer jelenleg nem fenntarthatatlan, ez sem igaz egyébként, tessék megnézni mondjuk Szikra Dorottyának az ezzel kapcsolatos munkáit. Nem fenntartható. Nem fenntartható, bocsánat, igen. Tehát, hogy el van terjedve, hogy nem fenntartható. Igen. De hogy a következőt kell végig gondolni. Állami nyugdíjrendszer definíciószerűen nem tud nem fenntartható lenni. Miért? Ugyanaz az okból, mint az előbb mondtam. Tehát ha Magyarországon mondjuk tömegesen nem lenne nyugdíj az embereknek, akkor az állam mit fog csinálni? Nem fogja hagyni nyilván, hogy az emberek éhen haljanak. Hiteleket vesz föl is. Nem, pénzt nyomtat. Pénzt nyomtat. Ugyanez a helyzet. Ugyanez a helyzet. Tehát, hogy ugye, mit mond a Keynes? Ha meg tudjuk csinálni, meg tudjuk finanszírozni. Mire van szüksége idős embereknek? Lakniuk kell valahol, gyógyszerekre van szükségük, meg enniük kell. Nagyjából ez a legnagyobb három tétel. Tudunk épületeket építeni, mondjuk idősek otthon, tudunk. Tudunk gyógyszereket erre? Kitűnő magyar gyógyszeripar van. Tudunk élelmiszert ellátni? Tudunk. Meg tudjuk finanszírozni? Meg tudjuk finanszírozni. Tehát definíciószerűen ugyanaz igaz az a nyugdíjrendszerre is, az állam képes megfinanszírozni, hogyha ez kibocsátással jár, munkahelyeket ad azoknak, akik felépítik az idősek otthonát, akik megtermelik azt az élelmiszert, nem tud definíciószerűen a nyugdíjrendszer sem fenntarthatatlanná válni. Igen, csak közben pont az én korosztályom alatt egy tízessel már megszokták az emberek azt, hogy nem fizetnek maguk után járulékot, illetve a minimálbért hazudják a megélhetési forrásukról, mert hogy pillanatnyilag el akarják megkölteni azt a pénzt, amiből épp csak megvannak. De az azért van, mert nem hisznek az egészbe. Tehát azt gondolják nagyon sokan, hogy ők például meg se fogják érni azt a kort, amikor mondják, öregek igen. Lesz. Azért mindenki reménykedik. Mindenki reménykedik, mert egyébként meg azt gondolja, hogy úgyse látok el addig. Tehát én látom a következő egy évet, örülök, ha azokat túlélem, örülök, ha ezt a hónapot túlélem. Miért kellene nekem olyan stratégiaira, ha a kormány se gondolkodik, ha az állam se gondolkodik, itt senki nem gondolkodik 20-30 éves távlatokba.
Lehet, hogy háború lesz, lehet, hogy totális összeomlás. Miért kéne nekem most megtagadnom magamtól, amíg még élek, amíg még egészséges vagyok, valamit, ami majd 20-30 év múlva teljesen... Vagy elér, vagy nem ér. Vagy elér, igen. Vagy nem ér. Ki tudja, mi lesz akkor? Persze, én a bizonyos szempontból pszichológiailag tök megértem, hogy így gondolkodnak. Az emberek nagyon kevés pénzem van, abból próbálok megélni, alig tudok kijönni, nagyon nehéz, nem tudnak öngondoskodni, nincs ennyi pénzük. Tehát amikor azzal szidalmazzuk a magyar embereket, hogy nincs pénzügyi kultúrájuk, hát persze, hogy nincsen, mert a 70%-nak nincs annyi jövedelme, amiből neki azon kéne gondolkodnia, hogy most miből takarítsak meg. Nincs is annyi jövedelme. Nem ez a megoldás. Az a megoldás, hogy ugye egyrészt emeljük a magyarok jövedelmeit azzal, hogy humántőkébe fejlesztünk és egy magasabb hozzáadott érték, másrészt pedig mondom, az állam képes egy biztos nyugdíjrendszert azzal létrehozni, hogyha megfinanszírozza a nyugdíjrendszert állami forrásokban. Miért, milyen gazdasági logika van például amögött, hogy a tanárokkal kapcsolatban ilyen makacs az ellenállás? Én azt gondolom, hogy itt Orbán Viktornak egy ilyen atavisztikus... Undora a tanároktól? Nem a tanároktól, hanem mindentől, ami decentralizált. Tehát, hogy azt, ja. Az előbb mondtam, hogy mindenre két dologgal reagál, adócsökkentés és centralizáció. Ugye, miért szeretné ő Paksot, és miért nem szereti a fenntartható zöld energiákat? Mert a Paks az egy nagy monolit blokk. Ha decentralizáljunk és fenntartható energia, az meg ugye helyben van, tehát az nem egy központilag kontrollált valami, hanem akkor energia önellátókká válnak az emberek. És ebből milyen kára származhat valakinek, aki szereti kézben tartani a dolgokat? Nem tudja egyszerre leoltani a villanyt az országban? Én szerintem ez nincs is teljesen végig gondolva. Egyszerűen csak azt gondolja, hogyha egy nagy szereplő van, akkor ott az állam kontrollál dolgokat. Tehát én az NVM-et, a Paksot tudom kontrollálni, nálam van a gazdaság. Ha egyszerűen önállóvá válnak az emberek, tehát magabiztossá válnak, önállóvá válnak. Ugyanez a helyzet az oktatással. Tehát, ha csinálunk jó oktatást, megfinanszírozzuk a tanárokat, jó béreket adunk a tanároknak, akkor a tanárok magabiztossá válnak, kiállnak, kritizálnak, hiszen van egy egzisztenciáluk. Keletkezik megtakarításuk, úgy érzik, hogy be vannak biztosítva, kritikát fogalmaznak meg, ők tipikusan véleményvezérek a helyi közösségükben. Tehát én mondjuk, hogyha... Ha ebben a pozícióban lennék, akkor úgy gondolkodnék, hogy meggyengítem az egzisztenciális biztonságukat pont azoknak, akik, és ez egyébként működik. Tehát az, hogy a tanárok tömegesen nem merik elmondani a véleményüket, nem mernek kiállni magukért sem, nem is szólva a szülőkről. Tehát vannak most tüntetések, de azért ezek még mindig nem érik el azt a kritikus szintet, ahol. Ez arról szól, hogy Orbán Viktor mindig minden centralizáltan szeretne megoldani, és nem szeretne decentrumokat létrehozni. De egyébként ez nagyon sok mindenkire igaz világszerte. Hát Putyin miért nem csinálta meg a fosszilis orosz gazdaság alternatíváját, mikor rengeteg pénzük van olajból, gázból, simán csinálhattak volna egy diverzifikáltabb orosz gazdaságot. De hát minek, de létrehozott volna alternatív oligarchákat, alternatív erőközpontokat. Hugo Chávez Venezuelában ugyanez. Nem akar alternatívát. A szaudi uralkodó család ugyanez. Nem akar alternatív erőközpontokat, tudásközpontokat létrehozni, hanem az az ösztönös reakció, hogy minden fusson, minden szál fusson át rajtunk keresztül, és ha lehet, akkor legyen függésben. Energiafüggésben, tudásfüggésben, egzisztenciális függésben legyen mindenki más. Hát ez nem hangzik nagyon jól. Azt szeretném tudni még, hogy az a válság, amiben most válságban vagyunk egyáltalán? Most már kezdünk belecsúszni, ugye a technikai... Mit mond erről a könyv? Itt a termék megjelenítés. A technikai definíció az ugye az, hogy két negyed évben negatív növekedés, és most már az első negyed év megvan, nagy valószínűséggel meg lesz a második negyed év is, és nem csak Magyarországon, hanem mondjuk Németországban, az Egyesült Államokban is. Mondom, mesterségesen hozunk létre egy recessziót, tehát erre nem lenne szükség, hogyha mondjuk tömegesen csinálnánk például a dekarbonizációt, de nem ezt csináljuk, hanem mesterségesen létrehozunk egy válságot, és minden előrejelzés afelé mutat, hogy egy komoly válság felé csúszunk, igen. Ilyenkor mi az a stratégia, amivel egy egyszerű járókelő élhet, aki túl szeretné élni? Hát ugye megint csak azt mondom, hogy eloszlás van, tehát van, akinek vannak megtakarításai. Hát oké, most akinek vannak megtakarításai, ezek átvészelik. Vegyük azt a 70%-ot, akinek nincsenek megtakarításai Magyarországon. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos
lenne természetesen az, hogy olyan jövedelemforrások felé orientálódni, amelyek fenntarthatóak. Tehát teljesen világos, hogy bizonyos ágazatok Magyarországon nem fenntarthatóak, de hát ő igazából egyéni szinten nagyon keveset tud csinálni itt az ember. Itt megint csak arra lenne szükség, hogy a magyar társadalomnak ki kellene követelnie, hogy a magyar kormányzat stratégiailag gondolkodjon. És ez itt van a probléma, hogy mindig abban gondolkodunk, hogy egyéni szinten mit tudunk megoldani. A magyar társadalom irtózatosan rá van állva arra, hogy a kollektív cselekvés helyett folyamatosan egyéni stratégiákat csináljon, de ennek megvan a korlátja. És ez például szerintem a válság meg az infláció, ezek mind a kettő olyan területek, ahol semmit nem tudok egyénileg csinálni, se az infláció ellen, se a válság ellen igazából, mert ezek közösségi szintű problémák, ezek közösségi szintű válaszokat igényelnek. Ki kellene követelni például, hogy a magyar kormányzat stratégiailag gondolkodjon, és ne csak ebben a vakondok lecsapása vagy tűzoltás jellegű ide egy gyársokkal, oda egy gyársokkal, hanem például energiapolitika, oktatáspolitika, gazdaságszerkezet tekintetében, és ne azt lássa megoldásnak, hogy még behozok egy akkumulátorgyárat, és arra még ráépítek egy Paks 3-at, hogy legyen energiája, hanem lépjük meg végre a magas hozzáadott értékű fenntartható fordulatot, amely egyébként ugyanúgy munkahelyeket teremtene, csak nem egy gyártósoron egy vacak bérért akkumulátor gyártana az ember, hanem mondjuk magas hozzáadott értékű saját cége lehetne, tömegesen, ugye ez is baj Magyarországon, hogy nincs elég hazai tulajdonú KKV, és magas hozzáadott értéken, magas bérből több embernek lenne megtakarítás. Nyugat-Európában nem 30%-nak van megtakarítása, hanem mondjuk 60%-nak és 30%-nak nincsen, tehát pont fordítva, mint Magyarországon. Könnyebb átvészteni egy válságot egy magas hozzáadott értékű gazdaságban, ahol több középosztálybelinek van olyan megtakarítása, amivel kibír 1-2-3 évet, hogyha erre van szükség. Miközben Magyarországon a legfrissebb statisztika szerint 1 milliárd forinton felüli megtakarítása, vagy vagyona nem megtakarítása, most már nyilvántartottan 5000-nél több embernek van, úgyhogy mégiscsak van kiút a válságból, legalábbis nekik. És közben az államnak is vannak forrásai arra, hogy mondjuk megvásárolja a Vodafont, megvásároljon biztosító társaságot. Csak azért, hogy a centralizációs rohamát kielégítse. Megint csak ugyanerről szól a dolog, hogy centralizálunk. Az állam olyan dolgokat csinál, amire tényleg nincsen szükség. Tehát, hogy az oktatásra nem költünk, de költünk arra, hogy megvegyünk egy olyan szolgáltatót, mobiltelefonszolgáltatót, igen, amit a magánszektor simán tudna szolgáltatni. Ezt már szégyellem szóba hozni, mert már kicsit olyan, mint a stadion, tehát hogy a miért kell nekünk Vodafone éppen most, miért kell egyáltalán Vodafone? Válsághelyzetben gyakorlatilag, igen, amikor azt állítjuk, hogy nincsen saját pénzünk, az unióra várunk, hogy a tanárok béreit kifinanszírozza. Mi lenne, ha mondjuk nem lennénk uniós tagállamok? Tehát, hogy teljesen abszurd helyzet az, hogy ugye a legfontosabb dolgokban, oktatás, egészségügy, közlekedés, szociálpolitika nem fektetünk, ellenben elkezdünk olyan magánszektor beli cégeket megvásárolni, aminek ki tudja, milyen logikája van annak, hogy az állam belép olyan szolgáltatókba, a bankszektor, stb. Azon túl, hogy mondjuk effektíve valószínűleg egy idő után újra privatizálni fogja, és megint csak ugye ez tulajdonképpen az államnak a felhasználását, ezt láttuk azért a bankszektorban is, hogy ezek ilyen átmeneti nacionalizációk, tehát megint az van, hogy a liberális értelmiség elkezd azon siránkozni, hogy az állam az állam az állam, de hát ez valójában itt nem az államot erősítjük. Hanem megvannak már azok a nevek, amelyek összeállnak és megveszik. Tehát itt valójában tehát új holdingok készülnek majd másfél évvel. A foglyulejtett állam kategóriájával találjuk szemben magunkat, de akkor azon pampongjuk már, hogy valaki fog, tehát én mindig azt a képet szoktam mondani, hogyha mondjuk gépeltérítők foglyulejtenek egy repülőgépet, akkor én nem a repülőgépre fogok haragudni. A repülőgép egy tök hasznos dolog, ha elvisz A-ból B-be egy képzett pilótával. De itt minden túl szerelmes a túlszejtőbe ebben az országban. Hát a fele szerelmes, a másik fele meg szidja a repülőgépet. De hát ez mind a kettő abszurd. Hát ezzel a vidám végkifejlettel köszönöm megfogása Zoltánnak, hogy itt volt. Ez itt a Válság és infláció és a kulturális termék megjelenítés. Vegyék és olvassák, nagyon tanulságos. Heti Jégbüfé jövő héten is lesz, viszontlátásra.